Hugyec Lászlóra, a felvidéki születésű, világhírű építészre emlékeztek szülővárosában Besztercebányán, születésének 125. és halálának 60. évfordulója alkalmából. A megemlékezés és konferencia célja volt, hogy bemutassa a már-már feledésbe merült emigrált építész életművét. Sanghaj történelmi arculatának kialakításában meghatározott szerepet játszó Hugyec László 1893-ban Besztercebányán született. Tanulmányait a Budapesti Műegyetemen végezte, majd az orosz fronton harcolt az első világháborúban. A szibériai hadifogságból megszökve Kínában talált otthonra. Leghíresebb épületeiből sok ma is áll. Például a 22 emeletes Park Hotel, amely az 1980-as évekig a város szimbóluma is volt. Csak úgy, mint a Sanghaji Nagy Színház, vagy az Art Deco építészet egyik gyöngyszeme, a Zöld Ház. Közel 60 épületet épített, nagyon termékeny alkotó építész volt, és ezek közül majdnem 40, amelyik ma is védelem alatt áll, örökségvédelmi épület. A Magyar Építészek Szövetsége és az Emberi Méltóság Tanácsa 2018-2019-re Hugyec László emlékévet hirdetett. A világhírű építész életművének bemutatása és a kínai-magyar kapcsolatok erősítése miatt. Az emlékév számos programmal folytatódik. Még tervezünk kiállítást a Fuga Központban Budapesten, és egy nagyon komoly sanghaji kiállítás lehetősége is áll előttünk, ami ugyancsak a jövő évre fog átkerülni. A jelenlévők a nemzetközi együttműködések támogatására memorandumot írtak alá. 2019 tavaszán nyílik meg a Magyar Építészek Szövetsége budapesti székházában Hugyec László Sanghajban megvalósult épületeinek a fotókiállítása.